Idén is sok olyan 11 és 12-es középiskolás diák látogatott el a BTK Kari nyílt napjára, akik pályaválasztásuk előtt fontosnak tartják, hogy megfelelően informálódjanak. Rengeteg érdekes előadással, mini órákkal, interaktív feladatokkal várta leendő hallgatóit a BTK. Elsősorban ugye magát a szakot szeretnénk bemutatni, viszont készültünk egy kis kedves játékkal is, ahol lényegében egykori tárgyakat, tehát eredeti tárgyakat lehet összehasonlítani a mai korban használt tárgyakkal, és ezen a kis játékon keresztül szeretnénk bemutatni azt, hogy igazából mivel foglalkoznak a régészek, tehát ugye magukkal a tárgyakkal, arra fókuszálva szeretnénk ezt megmutatni. Természetesen idén sem maradt ki a már hagyománynak számító Audmaxos előadás, ahol a kar dékánja és dékán helyettese mutatta be a karon tanulható alap, osztatlan és mesterszakokat. Emellett az átalakuló felvételi rendszerről is átfogó tájékoztatást kaptak a diákok. Ez a jogszabályi minimum, ez most már nem lesz. A másik pedig, hogy megszűnt a miniszteri pontszám, vannak kiemelt szakok, bizonyos szakokról úgy döntöttek, hogy ezek kiemelt szakok, és ezeknél is megszűnt a minimum miniszter, ez a miniszteri pontszám. A folyosón végig sétálva különféle szakos és hökös standokkal ismerkedhettek meg a diákok. Feltehették kérdéseiket a kollégiummal és ösztöndíjakkal kapcsolatban is, amelyre egyetemünk hallgatói felkészülve válaszoltak. Rengeteg kollégium van az STA-n, a BTK-sok 4 kollégiumba tudnak elhelyezkedni, szóval aki ezt megpályázza, nagy eséllyel be is kerül a kollégiumokba, és biztatjuk a hallgatókat, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel. A HÖK-nek a legfontosabb feladat, hogy tájékoztassa a hallgatókat a kollégiumokról, az ösztöndíjakról és az egyetemi évekről, a rendezvényeinkről, a kisebb és nagyobb rendezvényeinkről egyaránt. A kommunikáció és médiatudomány iránt érdeklődők stúdiógyakorlaton vettek részt, ahol az elektronikus sajton belül a televíziózás alapjaival találkozhattak. Kipróbálhatták magukat, mint leendő tévériporterek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, további szép estét! Az egyetemi nyílt napra nem csak diákok, hanem szülők is érkeztek, akik elmondták számukra, mi a fontos a felsőoktatási intézmény választásakor. Mi most a legkisebb gyerekkel egy ilyen útkeresés előtt állunk, és próbálunk minél szélesebb körben-körben nézni, hogy ő megtalálja azt, amit igazából szeretne. A feleségem ide járt Szegedre, úgyhogy lehet, hogy ezért van ez a választás, hogy ezt a helyet is megnézzük. Érkeztek olyan diákok is, akiknek bár még másfél éve van az egyetemi jelentkezésig, nem akarják elsietni a döntésüket. Nagyon-nagyon sok mindenben megerősített és megtetszett, úgyhogy engem most ez igazán motivál. Ugyan még nem teljesen aktuális, mert csak 11-es vagyok, de mindenképpen erősen gondolkozom rajta. A nyílt napokon kívül az egyetem más platformokon is igyekszik elérni a leendő hallgatókat, akik az előző évek tapasztalatai alapján az ország bármely részéről érkezhetnek. Leginkább az online térben próbáljuk elérni ugye az érdeklődőket. Itt van a legtöbb lehetőségünk arra, hogy minél több embert, minél több üzenettel el tudjunk kérni, de a hökös hallgatóink, tehát akik jelenleg hallgatók és a hallgatói önkormányzatban dolgoznak, ők középiskolákba is kitelepülnek. Most ebben a fél évben is legalább 30 középiskolában kint voltunk, és különböző tehát standokkal és előadásokkal tájékoztattuk az érdeklődőket. Ez is átnyúlt már a Dunántúlra is például. Arról, hogy miért érdemes Szegedet választani, hallgatótársaink meséltek, akik pár éve még szintén döntés előtt álltak. Én nagyon szeretek ide járni, mert itt színvonalas oktatásban részesülök, és egyébként nagyon jó az egyetemi élet. A város tele van lehetőségekkel, mi is a hallgató önkormányzattal próbálunk minél színesebb rendezvényeket szervezni a hallgatótársainknak, és szerintem ez a kettő kombó az, ami Szegednek a varázsát okozza.
a Szegedi Egészet Szak az híres arról, hogy gyakorlatorientált a képzése. Ez lenne az első. A maga a hangulat, ugye családias szak vagyunk, itt nagyjából mindenki ismer mindenkit, és elég jó kapcsolatokat lehet építeni ezáltal itt a tanszéken, úgyhogy ezek lennének azok, amiket mindenképpen fölhoznék pozitívumként, és nem utolsó sorban a képzés maga, tehát itt olyan oktatóktól lehet tanulni a Szegedi Régészeti Tanszéken, akik maguk is ugye benne vannak folyamatosan a szakmában, publikálnak, ásnak, tehát egy nagyon-nagyon gyakorlatorientált és gyakorlatfókuszú képzés folyik itt Szegeden. Aki élőben szeretné megismerni, milyen is az egyetemi életérzés, de most nem tudott eljönni, az se csüggedjen. Január 28-án ismét lehetősége nyílik bejárni a Szegedi Tudományegyetem épületeit, és első kézből megismerkedni az itt zajló oktatással.